Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. 33 évvel ezelőtt halt meg Csengei Dénes, aki íróként, szövegíróként és politikusként is beírta nevét a magyar történelembe. Csengei olyan értelmiségi volt, aki mindvégig kereste a párbeszéd lehetőségét az úgynevezett másik oldallal, és akit még az ellenségei is tiszteltek. De vajon hogyan hat ma az ő szellemi öröksége? Ez itt a kérdés. Kezdjük! Érkezik hozzánk Csengei Balázs, Csengei Dénes fia, a Petőfi Irodalmi Múzeum Cseh Tamás archívum kutatója, aki szerint ahhoz, hogy megismerjük Csengei Dénes gondolkodás módját, túl kell lendülnünk a felszínes, kontextus nélküli idézeteken, és a teljes szövegeket kell olvasnunk, illetve újraolvasnunk. A rendszerváltozás egyik legfontosabb pillanata volt, amikor Csengeiék a magyar nép nevében lefoglalták a magyar televíziót. Ezt már Máté Áron történész mondja. A stúdióba várjuk Nagy Mihály Zoltánt, a Retörki munkatársát, aki úgy látja, hogy Csengei szellemi hagyatéka a ma élő magyarság számára is megőrizte aktualitását. És itt lesz velünk Kisgyé Csaba irodalomtörténész, az MDF alapítója, aki úgy látja, hogy Csengei Dénes forradalmára alkat volt. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Éppen ma 33 éve, hogy meghalt Csengei Dénes. A magyar demokráciának egyébként az egyik gyásznapja volt az a nap, és nagyon sok ember megdöbbent, megtört, talán megtört egyfajta demokratikus lendület is a rendszerváltásban Csengei Dénes halálával. De ki volt valójában Csengei Dénes? Csaba, kezdjük vele. Nagyon nehéz elmondani így röviden, de mindenképpen annak a folyamatnak, amit manapság magyarul rendszerváltásnak neveznek, én nem szeretem ezt a kifejezést, mert mindig érzem benne a hazugság magot, egyik meghatározó személyisége volt, és hát ő volt az a személy, aki tulajdonképpen az ifjúsághoz szólott. Tehát, hogyha jól elgondolom, azért a törzse ennek a kis csapatnak valójában ugye néhány, hogy is mondjam, akkor már idősebbnek számítható író, Csurka István, Csóri Sándor, Fekete Gyula, illetve hát már mi sem voltunk fiatalok, hát a középnemzedék, gondolok itt Bíró Zoltánra vagy jó magamra, és hát Dénes képviselte tényleg a Magyar Demokrata Fórum fiataloknak szóló hangját. Ezt a föllépésének a stílusában is lehetett érzékelni, az öltözködésében lehetett érzékelni, ő farmer öltönybe járt például, ugye arra tűzött ki kokárdát, ami ugye én nekem egy kicsit olyan ellentmondásnak látszott, de ő valóban a fiatal nemzedéket meg tudta szólítani. Tehát az a személy volt, akinek nagy hatása volt a fiatal nemzedékre, ezt később is tapasztalom. Tehát kollégáimmal, akik ma mondjuk 50-valahány évesek, ők is visszaemlékeznek Csengei Dénesnek az akkori szerepére. Balázs, milyen ember volt édesapád? Hát nekem kétféle tudásom van erről, egyfelől a tapasztalt, másfelől a tanult, vagy családi legendáriumból megtudott. Hát én első körben annak idején az édesapámra emlékszem, egy nagy szakállú ember, aki otthon rettenetesen hosszú magyar népmeséket olvas fel, akár késő éjszakáig, és örülök, hogyha éppen otthon van, és nem az ország ügyeivel foglalkozik, és azért vele tudok időt tölteni. Jóval később kezdtem el úgymond az ő munkásságát, írói munkásságát, vagy közéleti munkásságát megismerni, de ehhez abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a művek azért megmaradtak utána, tehát amit ő gondolt arról a világról, vagy akár amit ő elképzelt ez a írásaiban, az esszé az egy elég személyes műfaj, tehát az esszében ez határozottan tetten érhető, vagy hát igen, egy erőteljesen szabadság szeretettől fűtött ember volt, aki nagyon sokszor, amit édesapaként nem mindig vett komolyan és játszott, azt az életet egyébként egészen komolyan vette, és amit gondolt, azért hajlandó volt tenni is. Áron, történészként? Csengei Dénes egy szimbólum, és akárhogy is nézzük, persze van mögötte egy valóságos, történeti ember, de
de tulajdonképpen az ő halála úgymond az ártatlanság korának a végét is jelenti. Azt, hogy volt egy álom tulajdonképpen az ország előtt, az előtt, a része előtt, amely nem vesztette el a hitét, a reményét. Erről egyébként Csengei Dénes írt, hogy itt a reményvesztettség a legnagyobb ellensége mindenféle kísérletnek. Az 56 utáni teljes kihullás, az, hogy a magyar társadalom tulajdonképpen belement ebbe a kádári kompromisszumba. Én ezt történészként egy picit máshogy látom, de hát most nem az a feladat, hogy Csengei Dénessel vitatkozunk. Egy szóval Csengei Dénes egy szimbólum volt. Szerintem. Biztos. Nagyon biztos, vitatkozni. Egész biztos vagyok benne. Ő egy szimbólum volt, az MDF-nek ezt a fiatalos, kicsit 89 Petőfije, kicsit volt egy ilyen imázsa, és kicsit volt egy olyan, hogy akkor ez most sikerülni fog. És hát kiderült, hogy ez azért nem megy olyan könnyen. Most utólag tudjuk, hogy 20 évig tartott. Zoltán? Tanár úr azzal kezdte, hogy talán az MDF-ben a leginkább a fiatalokhoz szólt. Nekem az első, azon túl, hogy hallottam már korábban is a nevét, az első élményem az tulajdonképpen egy ilyen nagyon kis könyv itt bejáratnál, rá is csodálkoztam, és mi most itt vagyunk címmel, az a 80-as évek elején, talán 82-ben jött ki, ami a Cseh Tamás, Bereményi Géza dalokat elemezte, és azt valahogyan kikölcsöztem a könyvtárból, talán egyetemistaként, és elolvastam, és az volt benne a teljesen újszerű számomra, hogy azon túl, hogy a dalokról ír, és a dalokról beszél, és a beat nemzedékről, illetve annak a kudarcáról, talán mondhatjuk így, beszél, és a Cseh Tamás, Bereményi Géza dalokról beszél, egy olyan korrajzot is ad, és egy olyan nemzedéki eszét talán így is határozta ő meg, de hogy olyan mélyre próbált lehatolni, és a különböző nemzedékek történelmi tudatának az egymásra rakódására ír, hogy ez jutott eszembe, hogy a fiatalokhoz szólt, de nem úgy szólt a fiatalokhoz, hogy leegyszerűsítve, hanem mindig a mélyére próbált hatolni a dolgoknak, és például ezeknek a dalszövegeknek is. Elmondok egy személyes dolgot. Én tulajdonképpen 42 éve ismertem meg Csengei Dénest, akkor, amikor én elsős egyetemista voltam, ő pedig végzős egyetemista Debrecenben, és volt egy asztal a leveles csártában, ahol mindig leült egy asztaltársaság, és ott politizáltak, és úgy kezdő egyetemistaként oda keveredtünk néhány barátommal, talán most nem annyira fontosak a nevek, de ők is érdekes pályát futottak be, és ez 82 őszén volt, és valami hihetetlen izgalom volt a kádárizmusnak ebben a poshat világában, az a fajta őszinteség, az a fajta hit, tűz, ami Dénesből áradt, amikor előadott. Én azt hiszem, hogy akkor váltunk mi igazán fiatalemberként homopolitikusszá a barátaimmal, és éreztük meg az értelmiségi létnek azt a szépségét, ami a mai napig tartja bennünk a lelket. Tehát Csengei Dénes egy hihetetlenül radikális, filozófiai szinten is radikális, plebejus demokrata volt. És ő tőle kicsit féltek is. Még az MDF-en belül is féltek. Ezt nem értem, hát biztos, hogy féltek. Na most neki a stílusa azért különbözött, tehát az MDF-nek a szűk, hogy is mondjam, kitalálói közül. Itt hadd tegyem zárójelbe közben, hogy sokszor előfordul az, hogy Dénes is a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója lett volna. Ez nem egészen pontos, mert ugye 87-ben az előkészítéssel, akikkel kitalálkoznak, az már tavasszal kezdődött, abban még Dénes messze nem volt benne. Ő tulajdonképpen 88 februárjában, február elején Csurka István hozta el, ugye szokásos találkozó volt vagy Fűr Lajos lakásán, vagy pedig Bíró Zoltán lakásán, ugye, ahogy terveztük a dolgokat, szerveztük, és ott ugye hát az volt a szabály, hogy csak előre megállapodott bővítést lehet tenni, és egyszer csak megjelent egy Csurka
úgy köszönt, hogy gyerekek, elhoztam Dénest. Pillanatig szót, szóhoz se jutottunk, hát aztán később persze ez harmonikusan alakult, de az kétségtelen, hogy a nyilvánosság előtt a stílusa azért különbözött a többiekétől. Hát azt lehetne elemezni Csóri Sándortól, Lezsákon keresztül, kinek milyen volt a föllépése a médiában. Hát a Dénesé volt az egyik leghatározottabb, az egyik legbátrabb, erre mindig szívesen vállalkozott. Egyébként én valamikor a 80-as éve, 83 körül ismerhettem meg, ő a fiatal írók József Attila körének volt egy, most nem is tudom, titkára volt, alelnöke volt, szóval valami funkciója volt. És ez egy nagyon fontos intézmény volt. Ugye akkor még az irodalmi intézményeknek nagyon fontos politikai szerepük volt. Igen, hát a fiak fizetek, hát az minden egyes megjelenés az esemény volt. Így van, hát nem beszélve az Írószövetség magáról, és arra emlékszem, hogy 86-ban volt Debrecen irodalmi napokat rendeztek, hát hol máshol Debrecenben, és akkor már betiltották a Tiszatájat, ugye amikor augusztusban, és akkor a Dénes az egyik leghatározottabb felszólalást tőle hallottuk. Elmondta, hogy ennek a lehetetlenségét, elfogadhatatlanságát. Nagyon bátran, azért a jelenlévő pártközponti ember, nem jut eszembe a neve, hát azok úgy kicsikét meg is hőköltek ettől. Tehát aztán Dénesnek talán ez volt az egyik igazi terepe, a nyilvánosság előtti szerepek, és hát erről gondolom még beszélünk majd. A nyilvánosság, az egyik legfontosabb nyilvános szereplése, nézzük is meg, szerintem nézzük meg, mert szerintem 1989. március 15-e nagyon sok embernek beégett a retinájába. Csengei Dénes talán legfontosabb szereplése volt, egy olyan programhirdetés, amely gyakorlatilag azt a bizonyos általad nem szeretett rendszerváltás fogalmat, akkor valóban reálissá és validdá tette. Sokan azt hitték, vagy azt akarták elhitetni, hogy ide a Magyar Televízió székházához egy ostromló tömeg készülődik, a fenyegetés és a rombolás szellemétől vezérelve. Mondjuk ki együtt fennhangon, hogy ez nem igaz. Mondjuk ki együtt fennhangon, hogy rosszul ismernek bennünket azok, akik csőcseléknek tartanak. Rosszul ismernek bennünket azok, akik azt hiszik, hogy dúlásban és pusztításban lejjük örömünket. Tőlünk ne féltse senki a televíziót. Nagyon fogunk rá vigyázni, mert a miénk. Mi ott voltunk, ti nem lehettetek ott, vagy nem voltatok ott. Mit érzel ebből, ezekből a mondatokból? Azt hiszem, pont ebben a beszédben hangzott el az is, hogy Európa nem ott van, ahol készen van, ahol működik, ahol készül, ahol lenni akar, ahol fájdalmasan megszületőben van, ott dobog leghangosabban Európa szíve. Hát ez aztán egy külön téma, hogy Csengei Dénes és Európa. Én azt hiszem, hogy ez azért volt talán az egyik legfontosabb pillanata, és sokak által elfelejtett pillanata a rendszerváltás, rendszerváltozás folyamatának, mert az információs monopólium megtöréséről szólt. Arról, hogy ne csak a kommunista diktatúra és annak nagyon bejáratott társutas kiszolgálói férjenek hozzá ahhoz, amit úgy hívunk, hogy nyilvánosság, vagy hát a nyilvánosság terei, hanem az, hogy ebben legyen egy nemzeti hang is, egy újonnan jövő népi nemzeti hang, és egyébként ez az, ami később az MDF-nek nem sikerült. Tehát nem sikerült megteremtenie a saját médiáját. Hát ez elfelejtődött. Volt egy paktum. Igen, paktum, meg televízió, utána emlékezzünk, hogy március 15-én lefoglalja, és gyakorlatilag másfél évvel később már megindul, egy év, három hónap, megindul a médiaháború. Tehát azt is nyugodtan mondhatjuk, azt mondtam, hogy Csengei Dénes egy jelkép volt, de most nagy szavakat fogok mondani, látnok. Tehát az a tipikus, az a fajta író, költő, aki egyúttal
így valahogy megsejti azokat, amik az idő rejtekében már készülődnek, azokat a dolgokat. Úgyhogy ez szerintem az egyik legfontosabb előjel, és itt sajnos egy csatát vesztett a magyar szuverenitás tábora később, hát már ugye az első szabad választások után. És innentől kezdve nem volt komilfó Csengei Dénes. Itt ugye ez 89. március 15-e, ha már itt az előrelátásról, tehát hogy itt is egy picit jelkép is azért, mert ugye itt hallottuk, hogy a Magyar Televíziót nem kell félteni tőlünk, mert a miénk is, és azt hiszem, hogy valahogy úgy folytatja talán a beszédet, hogy Magyarországot sem kell tőlünk félteni, mert az is a miénk. Tehát, hogy mindannyiunké, és ezt talán sokszor megismétlődik, és már azért megelőlegezi azt, hogy itt egy olyan fajta változásra kell felkészülni, vagy olyan fajta változást kell teremteni, amiben a magyar nép, a magyar nemzet döntést hozhat a saját sorsa felett. Igen, de itt kezdődik az, amikor, amit mondtam is, hogy innentől kezdve a posztkommunista sajtónak Csengei Dénes már nem komilfó, innentől kezdve kezdődnek a kőkemény támadások ellene. Hát ellene is, igen, de azért szerintem ez ugye, amikor ez talán kiéleződik, ez lehet, hogy vitatható, de amikor én egy nagyon éles szembenállást elkezdek érezni, így visszaolvasva az akkori sajtót, és nem csak a posztkommunista sajtó részéről, hanem úgy összességében, aztán a négyigenes népszavazás egyébként, ami egy nagyon erős határpont 89. novemberében, amikor talán hát nem is először, de ugye hivatalosan is politikailag is megmutatkozik, hogy itt olyanról, hogy ellenzéki egység, ilyenről semmiképpen sem lehet akkor beszélni. Akkor már elkezdődik az erőméreget. És ugye ennek is egyébként az egyik fő arca, mint ugye amikor a bojkottot bejelentik. Igen, ő ezt elvállalta egyébként, ugye nagy vita volt az MDF elnökségében, hogy mi legyen a magatartás és mi legyen a forma, és ez nagyon érdekes, hogy Antal József is a bojkott mellett volt, hogy ennek van magyar hagyománya. Na most akkor Dénes rögtön jelentkezett, hogy itt tulajdonképpen az első embert, Antal Józsefet nem szabad kitenni, hogy egy nagy bukás legyen a vége ennek az egész MDF akciónak, és ő magára vállalta tulajdonképpen a feladatot, hogy ezt a bojkott ügyet képviseli. Na most én megmondom őszintén, a bojkott napján én éppen Svájcba kellett kimennem, és ott hallottam a híreket, egy kicsit szóval akkor az MDF-nek, de most már ez egy ilyen visszafordítatlan dolog, talán óvatosabbnak kellett volna lenni. Hát azt tudjuk, azt hiszem a jelenlévők pontosan tudják, hogy néhány ezerrel vesztett csak a Magyar Demokrata Fórum, ugyan abban a kérdésben ugye, hogy legyen-e köztársasági elnök közvetlen választása Magyarországon. Tehát nagyon kicsi volt a különbség. Hát Dénes mindent belevetett, tudom, ő teljesen, hogy is mondjam, áldozatkészen arra is, hogy ő neki ez nagyon komoly vereséget jelenthet, mert az teljesen igaz, amit itt az előbb hallhattunk, hogy igazából az a média, a kádári média, amelyiknek egyébként óriási hatalma volt Magyarországon, a mentalitás és a gondolkodásra tulajdonképpen a mai napig kihat ennek a médiának a hatása, ez tulajdonképpen nagy kanyarral a Magyar Demokrata Fórum ellen fordult. És én azért tartottam tragédiának 1990-ben a választási győzelem után, hogy olyan hamar paktumot kötött a Magyar Demokrata Fórum az SZDSZ-szel, mert ezzel átadta ugyanannak a kádári média hatalomnak a kezébe a média irányítását. Sose felejtem el, a választások után jártam a tévéstúdióban, ugye én szóvivője is voltam a Magyar Demokrata Fórumnak, még a régi épületben, Szabadságtéren, hát ottan a vezető tévések, azok olyan alázatosan, barátságosan közeledtek minden. Még akkor nem tudták, hogy meg lesz a paktum, és az ő helyzetük az nem változik. Én csak azért akartam az imént közbeszólni, hogy azt kérdezted, hogy Csengei Dénes az innentől kezdve nem volt komilfó. Most bocsánat, szerintem ne sértsük meg Csengei Dénes emlékét, ő szerintem soha nem akart igazán úgy általában komilfó lenni. Tehát azért... De van igaz.
ő egy, tehát ő azért egy forradalmár. Ez kétségtelen. Ő azért egy forradalmár. Én a posztkommunista sajtónak gondolom, igen, hogy nem volt. Igen, de azért ezt mondjuk el, hogy volt benne egy avantgárd is. Tehát az, ami a 80-as években Magyarországon, és itt most nem csak a punk zenekarokra, vagy az Albert Einstein bizottságra kell gondolni az avantgárdnak, hanem már jóval előbb a kápolna tárlatok és a többi, vagy ezek az értelmiségi társaságok, amit te is említettél, Bubánat Völgyi Fiatal Alkotók Szövetség által rövidítése, ugye önmaga abszurd, de volt olyan Budapesten, a budai dombok alján, ahol konkrétan egy hajó, felső kajütje körül gyülekezett egy szintén értelmiségi társaság, de jócskán avantgárd. Szóval Csengei Dénes ennek a korszaknak volt az ízig-vérig megtestesítője, és hát előtte annyiban különbözött viszont tőlük, hogy ő bejárta az országot. Ő így írja, hogy a 70-es években, ebben az alkalmi évtizedben ő volt alkalmi munkás, alkalmi népművelő, tehát ő neki volt egy teljes metszete arról, hogy egyáltalán mi az a nép. Hát ha említetted a szövegeket, ugye Cseh Tamásnak rengeteg szöveget írt Dénes. Igen. Az egyik legklasszikusabb, amiben benne van egyszerre az avantgárd, a tisztelet a múlt után, a boldogasszonyanyánk. Hordoztuk zászlónkat, nem volt rajta áldás, földhöz lapultunkban ingünk csürhejárás, térdeplő helyben nem volt nyugovásunk, az Úr édesgetésére jó szót sosem találtunk. Ez nagyon jellemző egyébként, édesapja. Igen, egyébként tipikus, de még visszacsatolva az előzőkre is, ha jutottunk 89. március 15-re és a nyilvánossághoz, hogy valahol ez volt a kiinduló pontja és az ő közéleti szerepvállalásának. Ezt szándékosan nem politikus szoktam mondani, hanem közéleti szerepvállalást, mert ő író szeretett volna lenni. Te oltartotta magát? Érezte a család, hogy ő távol tartja magát a politikától ilyen szinten? Nem tartotta távol magát, én ezt csak olyan tekintetben mondom, hogy ő írni szeretett volna, és amikor elkezdett írni, és ahogyan mondjuk említetted, hogy Debrecenben hallottad 82-83-ban az asztalnál, és hogy azt a mindenit miről beszélnek, ő pontosan így gondolkodott az írásban is. Amikor az általad említett kötet, az És mi most itt vagyunk megszületett, 83 december sikerült kiadni, 79-ben már majdnem készen volt. 80 végére lényegében megvolt a végleges szövegváltozat, 3 éven keresztül azon ment a húzavona, hogy milyen mondatokat akarnak kihúzni, és hány oldalt szeretnének kihúzni, és hogyan. És ő kötötte az ebet a karóhoz, és nem akart belemenni semmilyen kihúzásba, abba se, hogy egy mondatot kihúzzanak, abba, hogy ne említse meg 68-at, és a kardoség a magvetőn, ezt próbálták minden írmagját írtani ezeknek a dolgoknak. Ő pedig nem volt kompromisszum kész. Vitázni bárkivel hajlandó volt, kompromisszumot kötni, senkivel nem akart ilyen tekintetben, hogyha ő gondol valamit, azt lehessen leírni. Ahogyan szóba került a Tiszatáj ügy is, ugyanúgy korábban megvolt a mozgóügy, megvolt az, hogy Csóri nem publikálhatott, Nagy Gazsi nem publikálhatott, és így tovább. Emiatt sodródott az íróból a közéleti, a politikus felé, hogy hát ha nem írhatom le azt, amit szeretnék, akkor tenni kell azért, hogy leírhassam, és ha más sem nyilvánulhat meg úgy, ahogyan szeretne, akkor ezt meg kell oldani, akkor bizony fennáll egy probléma, amiért ki kell állni, hogy a nyilvánosság az mindenki számára hozzáférhető legyen, és szerintem ez volt a mozgatórugója egyébként ennek a közéleti tevékenységnek. Muszáj Herkules volt? Hát jó pián, igen. Hozzátenném még azt, hogy elhangzott az 68, talán Máté Áron említette. Én éreztem mindig benne, most így visszagondolva is, ugye hát egy 48-as hagyomány, ami hát neki is nagyon fontos volt, de ugye ez a 68-as is. És azért 68 nem feltétlenül csak a nyugati 68-ra kell gondolnunk. Igen. Itt a szomszédságban is volt egy nagyon komoly 68. Csehszlovákiában, amit egyébként a nyugatiak nem értettek meg. Amikor Rudi Dutschke ott volt Prágában, találkozott az egyetemistákkal, 65 tavaszán, igen. Akkor egyszerűen nem, mintha más nyelvet beszélnének. Ugyanis a akkori cseh 68-as ifjúságban benne volt, hogy Csehszlovákiának a szuverenitása is. De tehát a Dénesben volt egy ilyen 68-as íz is természetesen, és amit én fontosnak tartanék, talán az előbb szerkesztő úr, amit idézett, hogy volt az ő felszólalásaiban egy vidéki íz. Ezt nagyon nehéz pontosan elemezni, de volt. Tehát, hogyha ő elment, most nem csak a Dunántúlra gondolok, ahol otthon volt, vagy Debrecenben, ahol egyetemista, Miskolca, vagy Kecskemétre, vagy bárhova, kisebb helyre, ezt megint érzékelték, és a ottani fiatalok érzékelték ezt a vidéki íz, ami nagyon fontos volt.
Ehhez kapcsolódhatnék egy mondat erejéig? Hogyne. Ugye, ha 89. március 15-et nyilván joggal említettük, de itt főleg tanár úrra nézek, 87. szeptemberét is lehet a lakiteleki, az első lakiteleki találkozó, ahol szintén gyakorlatilag a felszólalásának egyébként a középpontjában ezt a kérdést tehetja vidéki Magyarország, a vidéki Magyarország problémái. Egyébként Európa is előkerül, hogy hogyan és milyen, szerinte, hogy érdemes Európáról beszélni, tehát úgy, hogy azért a saját nemzeti kérdéseinkről beszéljünk, és Európa nyilván ennek egy tágabb kerete. De hogy, tehát, hogy ez gondolk, tehát nem csak ízében volt talán jelen, hanem hogy a gondolkodásának középpontjában is jelen volt, és ezt egy nagyon fontos pillanatban, kvázi egy esszé, ugye azt mondja, hogy most egy esszét fog felolvasni, amit megír, de hát nem igazán közölték sehol, és gyakorlatilag ebből állt össze a lakiteleki találkozón a felszólás, aminek ez a központi tematikája volt. Vidéki Magyarország megjelenése, ez egy nagyon fontos dolog. Volt egy kis, hát nem is olyan kicsi Budapest kritikája is. Akkor Csengei kezdődik, Dénes. Vagy akkor éled újra a népi urbánus vita, amikor megszólal ezekben a dolgokban, Dénes? Hát... Vagy ebben ő nem volt aktor? Nem volt annyira? De már itt hallom félfülvel, hogy kis... Amikor föllángol a vita, akkor már valóban? Már de azért volt előtte egy konszenzus, tehát pont a rendszerváltás érdekében volt egy csend volt, a népi urbánus vitában. Tehát nézzétek, ez az egész népi urbánus történet, most nagyon csúnya leszek. Akinek volt füle a hallásra, az körülbelül a 80-as évek végén tudta, hogy egyszer el fognak ágazni az utak. Ezt már mondtam ebben a műsorban, először létrejön a Magyarországi Soros Alapítvány, és utána pedig létrejön a Bethlen Gábor Alapítvány. És e kettő körül fog majd kikristályosodni. Most nem úgy, hogy aztán az olyan nagy fegyver vagy erőközpont lett volna, csak azért mégis egy szimbólum, hogy kinek milyen alapítvány, ugye, ami körül gyülekezik. A másik az említett négyigenes népszavazás. Tehát onnantól lehetett tudni, hogy lezárult az a korszak, hogy van az állampárt és az ellenzék, tehát ott nyílt szín. Innentől kezdve már mindenki azon gondolkozik, nem az, hogy mi van most, hanem az, hogy mi lesz majd a következő lépés, amikor már szabadon választott pártok versengenek egymással. És ott óhatatlanul is előjön, melyik politikai erő hova van történetileg, kulturálisan beágyazódva. Szabad itt hozzászólni, mert ez engem is nagyon foglalkoztat hosszú ideje, ez az úgynevezett népi urbánus ellentét. Nem tudom most szó szerint idézni Spíró György barátomat, aki nagyon világosan leírta egy ilyen rövid szövegébe, hogy tulajdonképpen a kommunista hatalomnak óriási érdeke fűződött ehhez. És ezt minden erővel próbálták erőltetni és tovább görgetni. Hát voltak ilyen, egyébként Dénesnek is volt ilyen kísérletei, én emlékszem az Életünk című folyóiratban, amikor hogy hívták ezt is a Balassa Péterrel volt, igen, egy ilyen vitája, de hát szerintem az udvariasság szabályait betartó párbeszéd volt. Persze ő egy összekötő figura volt, tehát őt elfogadták. Szóval én úgy gondolom, hogy minden a mai napig a magyarországi nagy történelmi változást, vagy ugye a kommunizmus bukását, ahogy szokták mondani sok helyen, tulajdonképpen ennek a közepére teszik ezt az úgynevezett népi urbánus kérdést. És akkor eszembe jött, tessék elolvasni a pártközpontnak a elemzéseit, ítéleteit a magyarországi ellenzéki mozgalmakról, és mindig a két pólusúságot hangsúlyozzák. Tehát ezt nagyon ügyesen csinálták a maguk szempontjából. Egyébként, hogyha Máté Áron megengedi még az alapítványokkal kapcsolatban, ugye MTA Soros Alapítvány volt, az MTA Soros Alapítványnal még egy időben a Bethlen Gábor Alapítvány is együttműködött például határon túli magyarok támogatása ügyében. Tehát itt is sokkal több volt azért még az összekötő szál, és mondom, a hatalomnak óriási érdeke fűződött, hogy fönntartsa ezt, és minden erővel fönn is tartotta, ebben a korabeli médiának szintén elég nagy szerepe volt. A szövegeket te gondozod. Mennyire jön ki ez a Dénes írásaiból? Van-e olyan írás még, ami publikálatlan? Van-e a hagyatékban olyan, amit még nem tettetek közzé? Sajnos igen, sajnos szerencsére igazából. Miért sajnos és miért szerencsére? Hát azért sajnos, mert ez a feladat még rám vár, illetve tehát ezzel még meg kell küzdeni. Azért szerencsére, mert azért
a viszonylag rövid alkotói szakaszhoz képest azért eléggé bűnnek mondható ilyen tekintetben az, a, az az anyag, amivel otthon most dolgozom, ha csak azt kell említeni, hogy több mint 4000 levél az, ami otthon találok, és egyébként ez is mutatja, hogy az ő személyében, tehát ő nem gondolkodott mondjuk népi urbánus ellentétben. Tehát olyan tekintetben, hogy tudta, hogy ez egy létező jelenség, de a Eszterházi Pétertől, a Spiró Györgytől, a Kukorelli Endrétől, a Csurka Istvántól, a Csóri Sándortól, a Géczi Jánostól, és sorolhatnám napestig, mennyiféle baráti és irodalmi vonatkozása és ilyen-olyan levéllel találkozom, ezeket is még végiggyűjteni, illetve adott esetben megkeresni a másik felét a levelezésnek, amennyiben hozzáférhető, ez is egy nagy munka. És hát írásokból én most elsősorban azokkal foglalkozom még, ami ilyen alakulástörténetek gyanánt, szerkesztői levelezések például, hogy az És mi most itt vagyunk, az miért 3 évvel később jelent meg, mint amikor elkészült, pontosan mely sorokat szerették volna belőle kihúzatni, és miért, és hogyan kötötte végül adott esetben az ebet a karóhoz. De ezeken kívül is, tehát egyfelől akadnak még fiatalkori versek, én például a Cseh Tamásnak írt dalok közül találtam rengeteg olyat, ami korábban teljesen hozzáférhetetlen volt, tehát mondjuk ebből megjelent egy 12, egy tucat kb. A Mérepülés című műsorban, illetve aztán később a lemezen, de aztán kiderült, hogy 50 fölötti közös dalt írtak, vagy kezdtek írni, amiknek egy jó része a fiókban maradt, de eszék, naplók, rengeteg-rengeteg írás van, ami még ilyen tekintetben feltérképezetlen. Az nyilván kérdés, hogy naplók és a többi esetében is, hogy mennyire szenzitív, mennyire publikálásra alkalmas, hogy mondjuk egy nemzedéki napló töredékei 3 gyanánt előbb-utóbb majd nyilvánosságra lejjen, de hát ezzel van még munka. Az előbb már idéztem a március 15-i beszédből, és ott hangzik el az az ikonikus mondat, hogy Európába, de mind a hányan. És Áron azonnal csatlakozott rá, hogy igen, tehát az Európa, Dénes Európa képéről mindenképpen beszélnünk kell. Mi az, ami számodra ebben fontos? Látom, készültél, tehát ezt nagyon szeretem, amikor benyúlsz a zsebedbe és előveszel egy papírt. Igen. Itt két mondatot szeretnék felolvasni Csengei Dénestől, a Mezitvábas Szabadságból. Az egyik úgy hangzik, hogy egyesek már a magyarságról sem merészelnek úgy gondolkozni, hogy közben ne kiáltoznák folyvást és torkuk szakadtából Európa nevét. Akik lassan már a kis dolgukat is csak úgy tudják elvégezni, ha előbb megnyugtatták magukat, bírják-e művelethez a szellem első kontinensének jóváhagyását. Ez az egyik. És a másik, azt tartom ugyanis, hogy Európát, nemzeti kultúránk örökös fölöttes énjét nem érdeklik a buzgó tanítványok, a fürge utánzók, a hűséges követők. Csak a megformált, erős, új minőségek érdeklik. És én azt hiszem, hogy ebben tulajdonképpen minden benne van, hogy Európához tartozunk az egyfajta ilyen felettesén, de ebbe csak úgy tudunk részt venni, hogyha van saját mondani valónk, hogyha van egy saját állításunk a világról, hogyha van, és most egy patetikus szót mondok, nemzeti tartalmunk. Hogyha be tudunk vinni valami olyat, megint egy patetikus, ami sajátosan magyar. És utána ez aztán lehet mindenféle, gazdasági, kulturális, akár politikai, mint manapság, de Európában nem lehet úgy részt venni, hogyha eldobjuk azt, amitől önazonosak leszünk, amitől eredetiek leszünk. Szerintem ez az, ami nagyon fontos Csengeinek az Európa képében. Csaba, bólogattál. Én ezzel nagy részben egyetértek, mert valóban Európától, ugye Nyugat-Európától van egy bizonyos különbözőség is természetesen, az egész közép-európai helyzet, tehát azért az európai alapértékeket, hogy az ember nagy szóval élje, hát Szent István óta azért csak próbálja követni Magyarország. Zoltán? Igen, ez egy gyakran előkerülő kérdés, akár az eszében, és akár már azokban a politikai jellegű megnyilvánulásaiban, amik mondjuk 87 után retettük, de Lakiteleken is ez nagyon hangsúlyosan
jelen van, hogy igen, Európáról lehet, vagy lehet Európát kiabálni, de tényleg az a fő feladat, hogy ezt a, amit Áron is idézett, a saját nemzeti karakterünket, azt meg tudjuk határozni. Erre talán Konrád György, ha jól emlékszem, reagál is lakiteleken, ugye, aki ott jelen van, tehát van egy ilyen kisebb vita erről, de alapvetően aztán arról is gyakran, és aztán egy taxis blokkádot elemző írásában kerül elő szintén Európáról, hogy hát igen, ennek a nemzetnek meg kell formálódnia, és a nemzeti gondolatnak is, és így önállóan és szervesen kapcsolódva kell Európáról gondolkodnunk. Mi az oka annak, hogy miközben ugye a Magyar Demokrata Fórum megnyeri a választásokat, és alapvetően a Magyar Demokrata Fórumban valóban egyfajta nemzeti gondolat fogalmazódik meg, amit aztán nagyon gyorsan a sajtó utolsó nacionalistává kezd minősíteni, hogy már abban az időszakban megkezdődik a vita arról, hogy most hogyan identifikálja magát Magyarország európainak vagy nemzetinek, és melyik az a poros, amit feltétlenül nem kell használnunk. Ugye jön itt a nacionalista vád. Hát igen, ez egy nagyon, megint egy olyan szembeállítás, ami tulajdonképpen egy ilyen eltúlzott, mind a két oldal tulajdonképpen egy hamis, amelyik ugye Európa nélkül akarja elképzelni Magyarországot, de valóban egy olyan Európát, amelyikben benne van a magyar történelemnek a különössége, sajátossága, az a közép-európai közös hagyomány, hogy ugye mi itten egy traumatikus történelmet éltünk meg, és hát abból talán úgy lehet egy kicsit kilépni, hogyha látjuk, hogy ez nem csak a magyar történelem ilyen traumatikus emlékezettel terhes. Tehát ennek a szembenállásnak a mesterséges fölízítása, ez volt nagyon elkeserítő a választási győzelem után. Miért most mentetek bele akkor a paktumba? Hát ezt Antal József tudja megmondani, hiszen a paktumhoz nem járult hozzá se, a Magyar Demokrata Fórumnak a választott testületei nem járultak hozzá. Ezek fölött készítette Antal József. Nekem ez egyébként a sorsomat meghatározó mozzanat volt, mert én akkor határoztam el, hogy én itt az új kormányzatban állami tisztséget nem fogok vállalni. Én csak azt szerettem volna hozzáfűzni, hogy a rendszerváltozás időszakáról, mint ez is egy gyors zárójeles megjegyzés, a magyar politikai gondolkodók, nem tudom, Lánci Andrástól, Körösényin keresztül, egészen mondjuk Pozóki Andrásig, az, hogy rendszerváltás vagy rendszerváltozás, az mindenki 89. Tehát az mindenkinek 1989. Igen. De arra kevesen gondolunk, hogy ennek azért vannak történeti dimenziói, tehát az például, hogy rendszerváltás, meg az, hogy rendszer ilyen értelemben először valamikor Tisza Kálmán idején hozzák elő, és aztán később is ugye rendszerváltásként definiálnak, akár március 19-ét is. Ezt most tegyük félre, én csak azt akartam mondani, hogy egy kis ország esetében a nagyhatalmi játéktér soha nem hagyható figyelmen kívül. És az MDF által megformált, összehozott újfajta ilyen ellenevit kezdemény azért, most hát itt bocsánatot kérek majd Kisgyé professzor úrtól, Csabától, hogy tehát a másik oldalon olyanok voltak, akik tudták, mi az, hogy politika, tehát hogy az egy mesterség, annak vannak kiméletlen szabályai. És hogy a nagyhatalmi politizálásnak is vannak szabályai. Hogyha megnézzünk a korszakban készült amerikai iratokat, ott olyan összefoglalókat látunk, ami, hát hogy úgy mondjam, nagyon furcsán egybevág az SDS által már 89 őszén megpedzegetett hortizmus, harmadik utasság, antiszemitizmus, lepaktálnak a kommunistákkal, tehát ezek a vádak. És én azt hiszem, hogy Csengei Dénes olyan szempontból is az ártatlanság, a politikai ártatlanság szobra, hogy az ő halála egybeesik azzal, amikor ez a maga sajátos játékszabályait minden esetben határozottan érvényesítő világ betör.
Magyarországra, és betör ennek a nemzedéknek, és betör az MDF-nek is az hát életében. Biztos egy változtat, az a ő halála az nagyon megrendített mindannyiunkat, ugye jóval fiatalabb volt, mint én nálam is, nagyon megrendített, és valóban egy bizonyos optimista folyamatnak valahogy végét szabott. Egyébként hát persze, hogy itt nem lehet eltekinteni a nemzetközi összefüggésektől, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Egyébként Magyarországon ebben a 89-es időszakban először ugye a rendszerváltás mint terminus az SZDSZ-nek a dokumentumában szerepelt, mint csak érdekesség. Tehát érdemes volna visszakövetni, mert amúgy azért azt tudom mondani, hogy hungarikum. Nincs egy másik nyelv, amelyik ezt a kifejezést használja. Ugye hát én nem nagyon tudok angolul, de tudom, hogy transitionnek hívják a leggyakrabban angol nyelven. Az a 89 utáni Közép-Európára vonatkozó, meg egy-két dél-amerikaira, az, hogy regime change, az egy általános történeti érvényű dolog. Én nem nagyon találkozom egyébként a korszaknak a leírásának a szakirodalmában, különösen a térségben, amit jobban ismerek, tehát a lengyel, a cseh, a szlovákban. Ugye a csehek, szlovákok azok ilyen forradalmat mondanak, ugye, mert bársonyos forradalom, vagy szelíd forradalom, ugye a szlovákul, de úgyhogy hát ez egy izgalmas terminológiai kérdés, de én azt hiszem, hogy nagyon előrelátni a magyar ellenzéki mozgalmak egészen, tehát beleértve az SZDSZ, beleértve az újonnan megalakult pártokat, a nemzetközi mozgásoknak az utána, hogy merre lehet menni, ezt nem nagyon volt átlátható szerintem senkinek. Most az előbb azt mondtad, Áron, hogy Csengei Dénes azok közé, a politikusok közé, vagy közéleti emberek közé tartozott, Balázs, hogy egy kicsit hozzád is viszonyuljunk, aki azért mindenkivel igyekezett tartani a kapcsolatot és a jó viszonyt. Ennek ellenére pont Csengei Dénes volt, akit a legkeményebben kezdték el darálni. Például ugye az egyik parlamenti beszédében tökéletesen igazad van akkor, amikor azt mondod, hogy kontextusból kiragadott mondatokat ne használjunk, és kontextusban kell vizsgálni, de az egyik parlamenti beszédében arról beszél, hogyha az antiszemitizmus szörnyűség már pedig az, akkor valakiről azt állítani, hazudni, hogy antiszemita, az is szörnyűség. Ebben az időszakban robban föl a nacionalizmus vita, ebben a korszakban robban föl a hordóta szónoknak vita, az antiszemitizmus vita, a népi urbánus vita, egyre keményebben mennek egymásnak, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ez az időszak az, ami, és ez a fajta iszonyatos nyomás az, ami ledarálja Dénest. Igen, hát egyébként talán a parlamenti hozzászólás mellett pont a Magyar Televízió stúdiójában Sándor Györggyel és egy beszélgetésben ezt pont együtt kimondják, igen, hogyha bűn, akkor az azzal való alaptalan vádaskodás és hasonló. Ez talán leginkább a Nappali Hold által generált csóri ügynek a folyamánya, ami hát mai szemmel egészen döbbenetes fél éveken áttartó elhatárolódás cunamikat és kiállás cunamikat egyaránt okozott. Hát azért nagyon érdekes a helyzet, hogy valaki belekeveredik a politikába, akkor egyébként nagyon nehéz onnan kikeveredni. Tehát még 89-ben is azt nyilatkozza, hogy nincsenek politikusaink, ezért nekünk kell ezt most megcsinálni. Hogyha véghez visszük, amire szükség van, és jönnek helyettünk politikusok, megöleljük őket, és visszaülünk az íróasztalhoz. És tervben ez volt, de az ember, miután belekerül, nagyon nehezen tud innen kitörni. Nyilvánvalóan ezek a támadások, és onnantól kezdve, hogy a Csóri mellett ő kiállt, onnantól kezdve természetesen, aki kiáll, az is egyből antiszemitának van ennek utána bélyegezve, úgyhogy ezek nehéz támadások, de azért az, hogy többekkel jó viszonyban volt, talán pont a négy igenes, négy szavazás követő időben, akkor halt meg apai nagyapám, és ő hazavonult Szekszárdra, nagymamám mellé, és nyilván mentek a gyalászkodó levelek is egyfelől, másfelől, és ezt meg is írta, ezt a Mezitlábas Szabadságkötetben szintén olvasható, Levelek itthonról címmel. Egyébként a Dia oldalán az összes megjelent írás egyébként elérhető, hogyha valaki szeretné olvasni. És ott utal
arra, hogy egyfelől jönnek ezek, igen, és beidéz egy bekezdést, majd egyébként a Pető Iván, és nem tudom ki, mellette a SZDSZ-nek a levelét is idézi, akik teljes emberséggel állnak hozzá, és őszinte részvét nyilvánulásokat mondják, és hozzáfűző, hogy ha nem látnám, nem hinném el, hogy ezek a levelek ugyanabból a táborból valók. Akkor még mondjuk nem Facebook kommentekben jött a fröcsögés, de mondjuk magánlevélben ilyen tekintetben tudott ugyanúgy jönni. De az meg nyílt levél. Meg nyílt levél. Ó, hát de műfaj volt. De emellett az... Tehát volt egy normális nexus ezzel együtt az ellenfelekkel, nem ellenségekkel szemben, a politikai ellenfelekkel szót értettek, és leültek egymással vitatkozni, és egyébként igen, nagyon-nagyon szeretett vitatkozni, akkor is, hogyha végül nem volt konszenzus, de nyitott volt másnak a véleményére, annak a meghallgatására, és hogy arra érvekkel tudjon reagálni és felelni. Itt említette Balázs a nappali holdat, illetve az arra adott reakciókat, tehát itt 90 október vége, november eleje talán, amikor megjelenik Csengei Dénesnek egy kétrészes írás, azt hiszem, hogy a Magyar Hírlapban, Búcsú az ördögtől ez a címe, és ez nyilván azt a gondolatot erősíti meg, amit ugye szintén itt a szerkesztő úr idézette az antiszemitizmussal, tehát az antiszemitizmusról mind bűnről, és az antiszemitizmusról való hamis vádról, mint bűnről. Tehát, hogy ezzel a kérdéssel, vagy ezzel a traumával minden oldalról szembe kell nézni, és valahogy ki kell ezt a normális politikai versengésnek a teréből ki kell ezt tenni, valami emellett próbál talán érvelni. De hát ugye ez megint azért egy valóban picit a politikailag naív álláspont volt, legalábbis a következő évtizedeknek a naív évben. Volt Dénes? Naív volt Csengei? Nem mondjuk rá. Úgy, hogy ő őszintén hitt valamiben, tehát volt egy őszinte hite, amit utólag könnyű azt mondani, hogy naivitás, de ahogyan a Csaba is mondta, azért akkor egy csomó mindent nem lehetett úgy látni, mint ahogy akár csak néhány évvel később. Most az, hogy naív volt-e meg ezek a politikai, tehát azért ez a társaság, ez mondjuk Budapesten a Fészek klubban közösen szórakozott két évtizeden keresztül népiek és urbánusok. A Csurka István ugye fönt volt Konrád Györgynél a házi bulin. Tehát, na most csak azért, hogy értsük, Ronald Reagan írja az emlékirataiban, hogy ő rendkívül megdöbbent, elnökké választása után meghívta, hogy megismerkedjen a demokrata párti, tehát az ellenfél pártjából a vezetőt, a szónokot, és nagyon jól összebarátkoztak a vacsorán, amit ott a felesége készített, nagyon jól, hát puszi pajtásokért köszöntek el. Másnap egy írtudatos övönalúi támadás a kongresszusban Ronald Reagan ellen. Hát írt neki egy levelet, hogy ne haragudj, én ezt nem teljesen értem, de meg úgy tűnt, hogy barátok. Jött a válasz, hogy igen, este 6 után már a barátod leszek, este 6 előtt azonban még tart a politikai élet. Ronald Reagan úgy zárta, hogy jó, hát én azért máshogy nevelkedtem, ezt én nem teljesen értem. Tehát ez is megint az, hogy a politikának milyen törvényszerűségei vannak. Lehet azt mondani, hogy nem tetszik, meg nincs, de a politikát egyszerűen csinálni kell, mert ha mi nem csináljuk, akkor valaki helyettünk fogja, és abban nem lesz köszönet. És az idealistákat ki csinálja a politika? Jó, ez provokáció volt a naív. Dénes idealista volt, én ebben teljesen biztos vagyok, amennyire ismertem. Az idealistákat ki csinálja a politika? Hát biztosan nem tesz jót az egészségnek. Tehát azért az a stressz, az a alvás mennyiség és az a kávé és nikotin mennyiség, amit bevisz az ember a szervezetbe, az nem azt szokták felírni az orvosok. Tehát ilyen tekintetben nyilván, amikor az ember olyan dolgokkal szembesül, amikkel nem szeretne szembesülni, mert azt hiszi, hogy igen, lehet tenni, és őszintén beszélni egymással, és
megértetni a másikkal a véleményünket, a gondolatunkat, és nem így működik, mert a politika azért egy piszkos játszma ahhoz képest, akkor igen, az nehezen tud esni az embernek. Csengei Dénessel meghalt a politikai idealizmus Magyarországon? Felolvashatom ezt az egy mondatot, amit Tamás Gáspár Miklós, mint egy nekoló. Az egyik kedvenc mondatom mondja. Igen, azt mondja, Csengei Dénesnél megvalósult két olyan attitűd egysége, ami tulajdonképpen jelentős a jövő magyar értelmisége számára. Az egyik a kérlelhetetlen kritikai attitűd, a másik még a magyar nép szeretete együtt. Ez általában külön szokott venni. Ebben az emberben megvolt mind a kettő együtt. Egy generációra volt hatása, talán még azokra is, akik csak a tévében nézték. És akik nem szerették, azok is láthatták, hogy itt van egy ember, aki halálosan komolyan veszi azt, amit mond, és bizonyos értelemben az életével kezeskedik érte. És hogyha nem megy, akkor belehal. Halálosan komolyan vette Dénes? Csaba. Én úgy gondolom, hogy igen. Úgy gondolom, hogy igen. Hát ő azért olyan energiát áldozott a politikai ügynek, ami tényleg szinte elképzelhetetlen. Valóban nála nem volt az, hogy valamire például nem ér rá, vagy nem tud eljönni. Igyekezett ott lenni mindenütt, és felszólalni, hallatni a szavát, ahol lehetett. Meghalt vele a rendszerváltoztatás, vagy rendszerváltás illúziója? Hát ez egy jó kérdés, mert ugye hát említettük, hogy 33 évvel ezelőtt halt meg Dénes, de hát nem tudom, tulajdonképpen azt hiszem, hogy igazi mérleget nem készítettünk ezekről a folyamatokról. Tehát ami Magyarországon 88 és 90 között történt, arról igazi, őszinte, szembenéző mérleget nem készítettünk. Uraim, itt a feladat. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Önök pedig az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is meghallgathatnak minket, a Spotify-on is. Az 1956-os forradalom lengyel-magyar vonatkozásait is kilúgozná a lengyel tankönyvekből Donald Tusk, de vajon miért a fiatalokon keresztül hajt végre kultúrharcot a Tusk kormány? Ennek járunk utána az Ez itt a kérdés következő műsorában. Tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!